Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Cél a hagyományok újjáélesztése. Flambírozó versenyen mérették meg magukat a diákok. Együttműködés. Üzletembereknek szerveztek találkozót Hölgyészen. A vízvilágnapja. A szexárdiakat kérdeztük a szokásaikról. Fejlesztések. A Ponyhádi Általános Iskola új bútorokat szerzett be. Flambírozó és gasztronómiai versenyt rendezett a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola Faddomboriban a Donautika étterem és hotelben. A verseny célja a flambírozás hagyományának felelevenítése mellett egy nívós, pincéreknek szóló országos verseny megtartása volt. Ez mi lehet? Hogy van ez most meg? Most jelenleg olyan medium rare-nek megválnám. A flambírozás egy sütés közbeni pörköléses technológia vagy eljárás, mely során minimum 40%-os alkohollal öntjük le a készülő ételt, így egyedi ízeket állíthatunk elő. A flambírozás művészete eltűnőben van, a szervezők ezt a hagyományt szeretnék újjáéleszteni. A diákok nagy erőbedobásra készültek a versenyre, délutánonként illetve gyakorlati foglalkozásokon Sáfrás Szabolcs tanár úr készítette fel a három gyermekünket, akik flambíroztak, a bort felszolgálták és virágkompozíciót készítettek. Nagyon sokat tanultak rá, készültek, itt nem csak a gyakorlat számított, hanem az elméleti tudás is, hiszen itt egy élő kommunikáció volt a zsűri, a műsor között és a diákság között. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek iskolák, például Győrből és Nyíregyházáról is. A Gundel Károly díjas szakember Meskál Tibor nemzetközi színvonalúnak nevezte a megmérettetést. Hálás volt, hogy átadhatja tapasztalatait a jelenlegi diákoknak. Természetesen ezt a kocsit, amit körbe kell tolni alkalmanként egyik asztaltól a másikig, és ebből több is lehet egy étterembe, és több felszolgáló kell, hogy értsen hozzá, hogy mit csinál. Ez egy nagyon hagyományos és tradicionális szervizfajta, és hála az iskoláknak és az iskolák csoportvezető tanárainak, hogy felelevenítették ezt a mi általunk már nagyon régen kedvelt hagyományt a szakmánkban. Krivács András is a hagyományok megőrzésének fontosságát emelte ki. Természetesen egy olyan útirány, egy olyan irány veszi kezdetét a flambírozással, amelyet a vendég teljes mértékben az asztalánál készülve, érezve az illatokat, érezve a flambírszesznek az illatát, a húsnak a pörkölésének az illatát, különböző díszekkel megbolondítva, illetve hát az a virágköltemény, amelyet a kollégák pluszban még készítenek az asztalon, amely színben, formában harmonizál az elkészült ételekkel, és természetesen itt jönnek a hozzá kínált borok. A szervező szexárdi Hunyadi iskola diákjai külön díjjal távozhattak a versenyről. Bélszint ugye beletettem a serpenyőbe, vajat meg serpenyőt felforrósítottam ugye az egyik oldalát, és hát gázlángot használtam a begyújtásánál, és alkoholt öntöttem a serpenyőbe, és így gyulladt meg is ez a maga a flambírozás, hogy alkoholt öntöm, és meggyullad a hús. A megmérettetést a Párkányi Összemont magánszakközépiskola nyerte. Üzletember találkozót szervezett a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A cél az együttműködés és kapcsolatteremtés, valamint hogy bemutassák az aktualitásokat, kamarai szolgáltatásokat. A kamara 2024-ben is számos rendezvényre készül a vállalkozások számára tájékoztató fórumokkal, workshopokkal. Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor és vállalkozásfejlesztési vezető elmondta, a programok alkalmával kiemelt figyelmet fordítanak a partnerek közötti együttműködésre, kommunikációra. Ez egy ilyen közösségépítő, vállalkozási közösségépítő jelleggel szeretnénk ezt a rendezvényt megvalósítani. A héten Tamásiban, Bonyhádon és Dombóváron tartottunk tájékoztatókat. Itt környezetvédelmi, elsősorban környezetvédelmi témában hallhattak előadást a résztvevő vállalkozások. A vállalkozások lehetőséget kaptak egyenként a bemutatkozásra, később pedig a várható pályázati irányokról adtak nekik tájékoztatást. Érdemes ezeken a találkozókon rendszeresen részt venni, hiszen minden alkalommal új és időszerű témák kerülnek terítékre. Természetesen mindig az aktualitása, ami fölülír minden, tehát szeretnénk olyan jellegű információkat átadni, ami
tényleg újszerű, illetőleg aktuálisan vizsgálandó, vagy tárgyalandó. A vállalkozók szívesen vesznek részt a szervezett eseményeken. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív a vállalkozások részéről a megítélése ezeknek a rendezvényeknek. És egyébként minden egyes rendezvényen én kérem is azt, hogy a visszacsatolásból tanul az ember, tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy jó úton járunk-e. Több rendezvény is tervben van, ami a közeljövőben felkeltheti az érintettek figyelmét. Most március hónapban is volt 3, ez a 4., április hónapban, május hónapban, tehát ugyanúgy minimum 2-3 vagy még több rendezvénnyel szeretnénk majd a jövőben is megjelenni. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának VF/44/5/2023 Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával jönnek létre ezek az ülések. Megkezdődtek az új termelői piac munkálatai Faddon. Bordács József, a település polgármestere Facebook oldalán azt írta, a fejlesztés megvalósításával nem csupán egy modernebb piacot építenek, hanem egy olyan közösségi teret, amely remek lehetőséget teremt a helyi értékek népszerűsítésére és a kisebb rendezvények lebonyolítására is. Móring József kormánybiztos meghívására egyeztetések zajlottak Kaposváron a Dél-Dunántúli régió fejlesztési koncepciójáról, számolt be Berta Zoltán, Tolna város alpolgármestere és a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Facebook oldalán. Dr. Pojánszki Zoltán helyettes államtitkár prezentációja többek között rámutatott, hogy stratégiai cél a kis és közepes városok, az agrárium, a turisztika és a közszolgáltatások fejlesztése. Továbbra is fontos a holtág revitalizációja, a holtágak hasznosítása. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a 2024-2025. Nevelési évre a település óvodáiba a beiratás április 22-én és 23-án 8 órától 17 óráig lesz. A beiratáshoz szükséges vinni a gyermek, valamint a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő lakcím igazolványát, illetve a gyermek orvosi igazolását. A helyszínekről információ és további tudnivalók Szekszárd város honlapján érhetőek el. Vigyázzunk a készleteinkre, és biztosítsunk lehetőséget arra, hogy mindenki hozzáférhessen a vízhez, erre próbálja felhívni a figyelmet a Vízvilágnapja. Az emberek jóléte és egészsége szempontjából alapvető, ezért fontos megóvni. Mindenki tehet azért háztartásában is, hogy csökkentsük a vízhasználatot. A víz az élet, fogalmazta meg egy helybeli, aki rendkívül fontosnak tartja, hogy a vízügyi tényezőket középpontba állítsuk. Saját otthonában is megvannak az eszközei, amivel vizet takarít meg. Ó, nagyon sok víz fogy, például a mellékhelyiségben a WC-nél is. Nekem olyan tartályom van, ami fele akkora, mint kéne, és nagyon hasznosan, jól hasznosítja a vizet, hogy így mondjam. Tehát nem pocsékolok. Másik, ami nagyon fontos, egy közös udvarban lakom, egy társasházban, és az esővizet megfogom. Nekem vannak virágaim, haszonnövény is 1-2-3, és azt mind esővízzel locsolom. A víz megtartását többen is említették, amit próbálnak okosan hasznosítani. Zuhanyzunk, mi úgy sporolunk, meg amit tudunk, felfogunk vizet, és abban öntözünk. Mi így sporolunk. A mosogatások alkalmával is meg lehet fogni a vizet, erre is többféle módszerük van az embereknek. Újabban úgy csinálok, hogy van egy bajling, abban engedek vizet, elmosom után, elöblítem, kész. Ennyi. A mindennapok során egy kis odafigyeléssel és tervezéssel bárki spórolhat magának és a föld tartalékainak is. Ez nem csak egyéni, de közösségi érdekünk is, és jövőnk szempontjából kulcsfontosságú. A közművelődési kiválóság modell címmel 60 órás képzés indult Decsen a faluházban a települések közművelődési feladatokat ellátó kollégáinak körében.
Erről Heberling Tibor, a település polgármestere számolt be. A képzés az országban 4 helyen indult el, ezek közül az egyiket Decsre szervezték meg. Az oktatás célja a közművelődés témakörében meglévő képességek erősítése és új kompetenciák kialakítása, fejlesztése. A 2023-as év tevékenységét értékelő, illetve az idei esztendő céljait meghatározó ülését tartotta március 22-én a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság Szekszárdon. A tanácskozást Balázs Gábor, tűzoltó dandártábornok, vármegyei igazgató nyitotta meg. Megállapítása szerint a Tűzmegelőzési Bizottság jelentős mértékben járult hozzá a lakosság tűzvédelemmel és megelőzéssel összefüggő ismereteinek bővítéséhez. Bán Attila tűzoltó ezredes a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság 2023-as évi tevékenységéről tartott előadást. A beszámoló több releváns, a legtöbb vonulást követelő eset statisztikáit is tartalmazta. Emlékplakettet vett át Karsz József technikai vezetőtől Bognár György, a labdarúgó OTP Bank ligában szereplő Paksi FC gárdájának vezetőedzője. A tréner a 24. fordulóban a DVSC ellen töltötte 100. NB1-es találkozóját az Atomvárosiak kispadján. Az edző 2020. szeptember 26-án egy MTK elleni hazai bajnoki mérkőzés során irányította először a csapatot. A paksiak a következő fordulóban az Újpest együttesét fogadják hazai pályán. Új bútorzattal bővült a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola. Bemutatkozó nap keretén belül rendeztek be több tantermet is a diákok számára. Az intézmény vezetője fontosnak tartja, hogy a diákok modern körülmények között tanulhassanak. Minden évben próbálunk fejleszteni. Két ágon vannak beszerzéseink. A Tamási Tankerületi Központ jóvoltából 2 termet sikerült berendezni, illetve a Bonyhádváros önkormányzata támogatásával pedig szintén 2 termet tudtunk bútorokkal ellátni. Abból az egyik, egy gimnázium osztálynak a bútorzata, amilyen csoport szoba kialakítására is alkalmas, olyan egyes padok vannak, amelyekből össze lehet állítani különböző figurákban az asztalokat, és így változatos modern oktatási eszközöket alkalmazva tudnak a pedagógusaink tanítani. A közeljövőben számítani lehet további fejlesztésekre is. Alapvetően a nyári időszak, amikor ugye nyugodt körülmények között tudjuk ezeket megvalósítani, az az időszak, amikor ez megvalósulhat. Reményeink szerint pályázati forrásból és az előbb említett támogatásokból még lesz lehetőségünk. A bemutatkozó nap harmadik állomásaként az intézménybe látogató óvodások és szüleik bepillantást nyertek az iskola életébe. Itt talán a legérdekesebb rész zajlik, hiszen az érkező szülők, illetve hogyha hozzák, akkor az óvodás gyereküket is, arról tudjuk meggyőzni, hogy érdemes minket választani, hiszen a pedagógusaink, ők játékos formában és jó körülmények között tudnak tanítani. A nyílt napra nem csak helybéli, hanem több környékbeli település óvodáiból is érkeztek érdeklődők. A tanév kezdetén szeptemberben az ünnepek körül próbáltuk kitemezni ezeket az eseményeket. Talán így az óvodások jobban megszólíthatóak, és próbálunk kisebb ajándékokkal is kedveskedni nekik. Nagy örömünkre szolgál, hogy ahogy az előző rendezvényeken, úgy most is közel 40 óvodás, illetve szülő látogatott el hozzánk. Reménykedünk, hogy ők minket fognak választani. Akiket meggyőzött az iskola színvonala, ők áprilisban a beiratkozáskor végleges döntés hozhatnak. Regionális híreink következnek. Átadták a Komlóverzum látogatóközpontot. Több mint 1 milliárd forintos beruházás kormányzati támogatással. Pécsről a pécsiekkel. A városlakókat kérdezi a jobboldali polgármester jelölt. Mohosz. Évről évre nő a horgászok száma hazánkban. Megújult névvel és arculattal, még több tartalommal és ismerettel várja a vendégeket a Komlóverzum látogatóközpont, mely magába foglalja a városi könyvtárt és a muzeális gyűjtemény szellemi értékeit is. A projekt több mint 1 milliárd forintos állami támogatásból valósulhatott meg. A megnyitón részt vett többek között dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár is.
A Komlóverzum megújulása eredményeképpen a pincétől a padlásig korszerűsödött az intézmény, ezzel kialakult egy új látogatóközpont a Komlosaurus Carbonis és a mélyművelőső bánya koncepció mentén. Az ünnepélyes átadón dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár méltatta a sikeres beruházást. A környék értékeinek megmutatása, a múlt megismerése, mely a jövőbe mutat, mindezt a látogatóközpont most megvalósítja, mondta az államtitkár. Próbáljunk meg olyat letenni, ami a jövő számára is egy olyan kézzelfogható eredmény lesz, ami a mai fölnövekvő nemzedéket is bevezeti a múltba, és sok mindent megmutat, hogy milyen értékek vannak itt a környéken. És ugye több mint 1 milliárd forintnyi támogatást biztosított ehhez a beruházáshoz a kormányzat. Ugye magát a beruházást azt a pandémia nehezítette, meg aztán az energiaválság is rányomta itt a bélyegét a kivitelezés körüli dolgokra, meg is kellett emelni ezt a támogatási összeget, tehát többletforrás is biztosításra került, nagyságrendileg 300 millió forintnyi többletfinanszírozást kapott a város, de ma átadhattuk, úgyhogy elkészült, és én azt gondolom, meg azt is remélem, hogy nagyon sokan ide fognak jönni, és meg fogják ezt nézni. Az épület teljes korszerűsítésével hasznos négyzetméterekkel bővült a létesítmény, amely eredetileg pártház volt, az intézményesített terrornak a háza, mondta Hoppár Péter Komló országgyűlési képviselője. Hozzátette, lehangoló, hogy az Európai Unió nem támogatta a beruházást. Szomorú vagyok azért, hogy az Európai Unió fontos kulcskérdéseket nem támogatott, és nem tudtunk rá Komlón felújításra pályázatot nyerni, sem a bétai elkerülő útra, ami tehermentesíti majd a komlói belvárosi övezetet, sem a hozzánk Komlóhoz hozzácsatolt Kisbattyány településnek a borzasztó rossz állapotú életveszélyes útszakaszára, sem a 40 évvel ezelőtt sajnálattal meg nem épült kaptár, komlói művelési központ, zöldmezős beruházására, sem pedig ennek a pártháznak a vadonatúj látogatóközponttá alakítására, amelyben helyet foglal a városi könyvtár, amelyben helyet foglal a helytörténeti múzeális gyűjtemény, és amelyben a Komlosaurusnak az emlékére az őslény parkokat sikerült tudósok közreműködésével installálni. Így egy olyan látogatóközpont jött itt létre, ami a komlói turisztikát, a turisztikai vonzást azt nagyon nagy mértékben fogja növelni. Hosszú volt az út idáig, még a 2010-es választásokig nyúlik vissza, mondta Polics József Komló polgármestere, akinek a személye nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Amikor a választás sokra készültünk, akkor a csapattal egy álmot kergettünk és állítottunk össze egy olyan célt, ami úgy gondoltuk, hogy fontos Komlóváros életében, hisz a bányabezárás után egy gazdasági válság, szerkezet átalakítási problémák, a mindennapi élet nehézségei, de egy az biztos, Komló a szénbányászatnak köszönheti a létét egyáltalán, és valahol egy olyan új imást szerettünk volna kialakítani a városba, amely egy picit foglalkozik a múlttal, a jelennel és a jövőt építi. Ez az álom, hála Isten, most így 14 évvel ezután eljutott a megvalósítás fázisába és átadásába. Több emeleten zajlott a munka. A szakemberek közös kooperációjaként jöhetett létre egy olyan természettudományi kiállítás, amely a Pécsi Tudományegyetem oktatói szerint is hiánypótló a térségben. A látogatóközpont a turisztikai vonzereje mellett fontos szerepet tölt be a tudás és az emlékek megőrzésében. Pécsről a Pécsiekkel címmel a valós problémákra rákérdező kérdőívet juttat el a városlakóknak a Pécsi Polgári Szövetség, jelentette be Csizmadia Péter polgármester jelölt csütörtökön. A politikus kiemelte, Pécs meghatározó, sorsdöntő választás előtt áll, ezért eljött az idő, hogy a város jövőjét meghatározó kérdésekben közösen döntsünk. Ha a mostani gazdaságpolitika és várospolitika folytatódik, Pécs végletesen le fog szakadni, és valóban csak egy megálló lesz Szeged és Kaposvár között. Én ezt nem akarom végignézni. Ezért kérdezi meg a pécsieket a város valós problémáiról Csizmadia Péter. A Fidesz polgármester jelöltje azt mondja, azonnali lépésekre van szükség ott, ahol nem működik a város. Mindenki tapasztalja, aki használja tömegközlekedést, hogy jelenleg romokban van, tömegével maradnak ki járatok, folyamatos a sztrájk fenyegetettség, ezért
tömegközlekedést mindenképpen rendbe kell tenni, hiszen ez több mint 10 000 embert érint naponta. Azonnal rendbe kell tenni az önkormányzat körüli gazdasági ügyeket, átláthatóvá kell tenni a pénzek mozgását. Alkossunk egy úgynevezett üvegzsebrendeletet, ami arról szólna, hogy minden önkormányzati szerződést kiteszünk az ablakba. Pécsiek igenis megérdemlik, hogy tudják és ismerjék azt, hogy az önkormányzat mire költi a pénzüket. Látjuk és tudjuk azt is, hogy a jelenlegi városvezetés hogyan bújkál ezelől, hogyan próbál kibújni ezelől, miközben egyébként 100 milliók kerülnek olyan kezekbe, aminek semmi látszata nincsen. Gazdasági fellendülés kell Pécsen, ehhez nagy befektetőket kell hozni a városba. Így lehet biztos jövője Pécsnek. Hát ez nem csak közvetlenül több ezer új munkahelyet jelent, mégpedig jobban fizető munkahelyet, de gyakorlatilag az egész városra pozitív hatást tud majd gyakorolni, és az egész város jövőjének tud adni egy lendületet. Látjuk, hogy erre szomszédos városokban, magyar nagyvárosokban, akik sikeresek, ott erre milyen példák vannak. A gazdasági fellendüléssel meg lehet tartani a fiatalokat, akik most máshová mennek, hogy megéljenek. Az idősekről pedig gondoskodhat az önkormányzat, hogy tartalmasak és kényelmesek legyenek az aranyévek. Csizmadia Péter szerint ezeknek a céloknak az elérésében segít a pécsiek véleménye, ezért keresi meg őket kérdéseivel. Évről évre nő a horgászok száma hazánkban, ami a sport népszerűségét is mutatja. Az egyik legkedveltebb horgászhely idehaza a Balaton, ahol az elmúlt 10 évben megduplázódott a horgászjegyeket váltók száma, hangzott el a Halak és Halőrök napjának központi rendezvényén a Balatonon, ahol rendhagyó módon mutatták be a haltelepítést. 4 tonna pontyot engedtek a Balatonba a tavaszi telepítés részeként, nem véletlen az időzítés, szerdán van ugyanis a halak napja. A szakemberek minden évben több 100 000 halat eresztenek a tóba. A pontyból évről évre egyre többet, ez nem csak a halállomány megőrzése miatt fontos, a horgászok igényeit is kiszolgálják. A 300 tonna pontyot telepítettük a vízbe, 250 000 darab előnevelt csukát. Egy nyaras hüllőből 6 tonna az éves telepítési kötelezettségünk, ezt több mint 10 tonnát telepítettünk. Ez kiemelkedő szám, talán azért is, mert az egynyaras hüllő előállítása, illetve beszerzése nem egy könnyű feladat társadalunk számára, és ezen kívül az érzékeny halfajok közül balint telepítettünk, combót is telepítettünk. A Balatonban több mint 40 halfaj él, ezeknek nagyjából 4/5 őshonos, akadnak közöttük ritkaságok is, a horgászok éppen ezért szeretnek ide járni. 2010 óta megháromszorozódott itthon a regisztrált horgászok száma, így ma már 900 000 hódolnak szenvedélyüknek. A horgászturizmus gazdasági szempontból komoly lehetőségeket jelent, például a balatoni horgászidény kitolásával a vendéglátásban komoly bevételek keletkezhetnek, hangzott el a rendezvényen. A horgászat az egy olyan remek szabadidős tevékenység, amit a legkisebbektől a legidősebbekig élethosszan lehet művelni, mindig okoz meglepetést, mindig új színei vannak, miként a természetnek is, és olyan pozitív hozzáadott értéket jelent, amit társadalmilag is támogatni kell. Ennek egyébe született meg az országos horgásstratégia. A halas szakma a magyar mezőgazdaság szerves része, erről már a Magyarországos Horgászszövetség elnöke beszélt. Szűcs Lajos szerint ezért is furcsa, hogy az uniós mezőgazdasági támogatások jelentős részéből kimaradt a halas szakma, leginkább arra hivatkozva, hogy Magyarországnak nincs tengere. A halas szakma valamilyen furcsa okból kimaradt a mezőgazdasági támogatások jelentős részéből. És ez azért is furcsa, mert a magyar halas szakma az a mezőgazdaságnak szerves része. Nem tengeri ország vagyunk, tehát nem lehet külön választani a halászati operatív programot, amit az Európai Unió külön választott, és a magyar mezőgazdaság működését. Az elnök hozzátette, az Agrárminisztérium és a szakmai szervezetek bevonásával egyeztetések zajlanak, hogy a szükséges forrásokat megkapja a halas szakma is. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Cél a hagyományok újjáélesztése. Flambírozó versenyen mérették meg magukat a diákok. Együttműködés. Üzletembereknek szerveztek találkozót Hölgyészen. A vízvilág napja. A szexárdiakat kérdeztük a szokásaikról.
Fejlesztések. A Ponyhádi Általános Iskola új bútorokat szerzett be. Szombat délelőtt meleg front alakítja az időjárást megélénkülő délnyugati széllel. Változóan helyenként erősen felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. Jelentősen enyhül az idő. Délután hideg front érkezik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé esőre, záporesőre lehet számítani. Vasárnap egy nyugat-keleti irányban áthaladó hideg front okoz hűvösebb időt. Éjjel ismét fagypont közelébe hűlhet foltokban a levegő. Hétfőn is még hidegfront hatás melletti országszerte változó felhőzetre, időszakos napsütésre és szorványosan kialakuló záporokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!